A Prohászka Ottokár püspök emlékére épült templomban gyűltek össze a fehérvári hívek, hogy együtt imádkozzanak főpásztorukkal a hagyományos első csütörtöki eukarisztia ünnepen. Tóth Tamás plébános a szentmise elején köszöntötte a főpásztort, paptestvéreit és a híveket. Közeli személyes élményét megosztva elmondta, az egykor Majkon letelepedett szerzetesek szigorú rendszabályok szerinti vezeklő élete nagy hatással volt rá, mert a mindenről lemondott barátok rátaláltak az élet teljességére. Örülök, hogy egy összeütött ünnepelni az életet ma este. Nyilván magunk keresztjével, vagy ott esetben veszteségével együtt, de azért vagyunk együtt, mert az életet a főpásztor beszédében Ábrahám életének megpróbáltatásait emelte ki, aki a teljes hit bizonyítéka számunkra, hisz a végsőkig bízott Isten szavában, ígéreteiben. Izsák története megmutatja, hogy Ábrahám kész volt föláldozni fiát is Istennek, és ez a jelenet előképe annak, amely évezredekkel később a Golgotán játszódott le. Isten nem engedte ugyan, hogy Ábrahám föláldozza fiát, de ő föláldozta értünk Jézus Krisztust, egyszülöttjét. Van hatalma, van ereje a bűnök megbocsátására, és bizonyságot ad, hogy az emberek nem hiába cipelték oda béna barátjukat, megtalálják, amit akartak. Szól a bénához, kelj föl, fogd ágyadat és járj. A megyés püspök végül arra biztatott, legyünk Ábrahám utódaiként, mi is következetesen hűségesek, jöjjünk össze hónapról hónapra, és Isten kitartó tanúiként imádkozzunk a városért, a városban élő emberekért. Aki magát odaadja Istennek, vagyis kész az Istent befogadni, az megtapasztalja Isten szeretetét, gazdagságát, végtelen nagyságát, végtelen jóságát. Spányán a püspök a szentmise után Jézus szentségi jelenlétében azokért imádkozott, akik ma is mély hitükről tesznek tanúságot Istenről. A 21. század üldözött keresztényeiért, akiknek megnyílt a szemük a teljes önátadásra, akik megértették, hogy a kenyérben és borban jelenlevő Jézus tökéletesen átadta magát nekünk, hogy találkozhassunk az önmagát nekünk ajándékozó Isten szeretetével. Önmagadat kiüresítve eljössz közénk. Vállalod, hogy az ember fia légy, aki magára veszi az én bűneimet és a világ minden bűnét, aki bennünket tanít, amikor tudja, hogy tanítása még kevéssé fog rajtunk, bennünket gyógyít, amikor tudja, hogy ragaszkodunk betegségeinkhez, bennünket szeret, amikor annyira akarunk megmaradni önzésünkben. Odaadja magát nekünk kenyérben és borban, odaadja magát értünk és a világért a kereszten.